Rita Barney, Vándor Éva és Robert Jolics, Korognai Géza. A Hungaro Videó bemutatja A lány, aki túl sokat tud című amerikai filmet. További magyar hangok. Kis Gábor, Kovács István, Kisfalusi Bálint, Ince József, Dózsa László. Magyar szöveg Varga Katalin, hangmérnök Kenész Tamás, felvételvezető Gertner György, vágó Katócs Katalin, gyártásvezető Miklai Mária, a rendező munkatársa Rozsnyai Ilona, szinkronrendező Bajomi András. A szinkron a Hungaro Videó stúdiójában készült 1990-ben. Producer Cikó Gábor. Zene Alf Clausen. Hé, iszol valami? Kikért viszki? Jéggel vagy szódával? Fényképezte Tim Sørsted. De legalább tiszta. Írta Mark Norrell. Rendezte Paul Lynch. Egész jó tested van. Gyere közelebb. Kikapcsolod? De még nem elég meggyőző. Louise nevelőtiszt, jelentkezzen a parancsnok irodában. Szóval minősített testi sértés miatt vagy itt, Bepper. Ki volt ez a szerencsétlen? Egy szőke kékszemű fehérnő. Gyűlölöm a kékszeműeket. És gyűlölöm a szőkéket is. Ha meglátok egy szőke spinkót kékszemmel, elborul az agyam. És neki megyek. Tudod, hogy hogy hívják azt ott, Bepper? White. Samantha White. Tovább a műsor
dolognak vége. White, Samantha Ann, született New Jersey államban 1950. január 15-én. Anyja belehalt a szülésbe, apja ismeretlen. Nevelő otthonba kerül, egyikből a másikba. Fiatalkorú bűncselekményeinek listája. Semmi élvezetet nem vont meg magától. White, kelj fel! Szedd össze a holmidat. Az igazgató hívott. Tizenhét évesen White csatlakozik a Diablos nevű bandához. Intim kapcsolatba kerül a vezérükkel, Jimmy Alvarezzel. Őt már ismerik. Közös bűncselekményeik. Betöréses lopások, 12 letartóztatás, büntetőítélet nincs, míg nem White-ot feldobják. Alvarez megúszta, a csaj 5 évet kapott. 2 évet töltött le, azóta nem találkozott Jimmyvel. Szerintem fegyházba küldenek, amiért megszúrtad Bedford. 20 tanúm van rá, hogy karácsony óta a karjában van a villa. Ez a fickó Lance Brady. White szabadulás után ismerkedik meg vele. A fickó olyan partnert keresett, aki szép és társaságban is megfordulhat vele. Úgyhogy jó modorra tanította, gondoskodott róla, elegánsan felöltöztette, majd a megfelelő körökben kezdtek mozogni és előkelő helyekre jártak betörni. 1986. februárjában tartóztatták le Bradyvel, most 15 éves büntetését tölti a csaj. Nem mondhatni, hogy mint a darab, tehát vigyázni kell vele. Van kérdése? Hogy van? Elég legyen, White. Mit csinál maga? Az úr neve Schofield. Beles. Hát ezt látom. Ez a belbiztonsági ügyosztály rövidítése. Engedélyeztem, hogy őrizetében távozhasson innen. Ügyeljen az asztali etiketre, Schofield. A hölgy szereti élőhúsba szúrni az evőeszközt. Megbotoznák kérem, hogy van-e nálak is? Legutóbb nem azt használt, hanem villát. De magát egy kanállal is elintézném. Nekem 32. Mi 32? Tehén. Maga nem számolja a teheneket? Nem, én nem számolom a teheneket. Micsoda pancsár. Amikor megtudtam, hogy honnan jött, azt hittem, na végre ez egy faszacsávó lesz, de maga még a teheneket se számolja. Nem tesz fel 20 kérdést? Na, jól van. Tegyen fel legalább egyet. Miért dohányzik a kocsiban? Ha nem tesz fel kérdéseket, minek vagyok itt? Mindent meg fog tudni, ha eljön az ideje. És különben is mi a franc az a Bell? Az FBI és a CIA hatáskörén kívül eső titkos területeken működünk, ennél közelebb itt sajnos nem mondhatok. Bocs, nem szóltam. Ó, oh, nem igaz. Hát ez nem igaz. Ja. A francba. Anyád. Rohadnál meg, te szemét állat! Elintézem, semmi gond. Rögtön megvan. A fene van, gyere már rá. Hogy van, jól? Csak bízza rám, megoldom. Mindjárt kész. Jött rögtön. Próbálja talán ezzel. Ez meg mi? A kulcs maga ökör, a dísztárcsához. Ó, hát persze, hogy az. Azt hiszi, hogy én nem tudtam. Már akartam is kérni. Hé, mit csinál? Hé, megőrült! Hé! Maga hatökör, tök fej. Nyissa ki, maga ezermester. Jól megtréfált. Na most már nyissa ki, jó? Legyen szíves. Örülök, hogy megismertem.
Maga most füllent, nem? Aha. Na, dobja ide a kulcsot, rendben? Hé, kérem! Hé! Ez egyáltalán nem vicces! Nem vicces! Kíváncsi vagyok, hogyan menné most üldözőbe az első számú közellensége? Kérem a kulcsot! Még mindig elítél, tudja? Most már elég, letartóztatom! Ahogy gondolja, jó szórakozás, tök fel! Hé, maga! Ne engedje beszállni! Az a nő szökevény, szökésben lévő elítélt! Ne ellenkezzen, mert engem a kongresszus hatalmazott fel, hogy közelebbről meg nem jelölt területen működjek! Jöjjön vissza! Istenit! Hogy a kíváncsiság árt a szépségnek, de tudnom kell. Miért vagyok itt? Már mondtam. Majd megtudja, ha eljön az ideje. Van. Fel kéne írnom ennek a Sladinak a nevét. Hát, ha egyszer öngyilkos akarok lenni. Várj, várj, ezt a részt imádom. Ez? A hodását nem tök jó? Egy nagy fasság. Tök ez jó egész. Ez a film. Ez szar nem film. Mondom, tök jó. Itt a gácsi. Az ügynökeink, Vering és Plott. Szia, Szivi. Már nem lógatod a nózid, mi? Sokkal távolabb van a földtől, mint a tiéd, Töpszli. Nem húzálnak ki a szobámból? Elhoztuk a ruháit, meg mindent. Kiosztuk a raktárból, tessék. Na, ez már valami. Itt a titkos kopogási jelrendszerünk, amely azonnali érvényel hatályval ér. Mi? Napokra van lebontva, például... Mi maga, harkály? Úgyse fogom kinyitni magának se, ha nincs hozzá kedvem. Tudok vigyázni magamra. Ma tehát kedv van. A kopogási rend a következő. Én két hosszút kopogok, maga válaszol két rövidet. A maga válaszára az én válaszom három rövid kopogás. Jaj. Ezután engedhet be csak. Kérem, memorizálja. Maksi, maksi. A szerdát maga eszi meg. Adja ide. A szomszédszobában leszek. Vering és Plott ügynökök az előcsarnokban és a folyosón örködnek. De azért érezze jól magát. Na, kifele. Én a Capitol Hillen elkövetett brutális gyilkosság. Az áldozat egy 30 év körüli nő, akit megfojtottak. Teffi Hatcher a 8-as csatornától a helyszínről közvetít. Teffi? Szőke, valamikor gyönyörű volt. És most halott. A teste vérben... Elég a süketelés, Teffi. A történetnek még nincs vége. Hogyan tovább? Nem tudom. Nem tudom. De azt tudom, hogy többé nem lesz erőm elhagyni téged. És László? Ugye segíteni fogsz neki, Richard. Ki kell szabadítanod, akkor ott lesz neki a munkája. Mindig is csak az éltette. Más nem is marad neki.
téged nem kap meg. Hozzálátunk, el kell mondanom a háttérinformációkat. Ez jó duma, háttérinformáció. Matthew Bain kongresszusi tag, ő képviseli a... Tudom, ki az a Matthew Bain, börtönben voltam, nem kómában. Mit fontoskodik állandóan? Nem fontoskodom, csak kényelmetlenül érzem magam bűnözők között. Ah, bocsánat. Maga meg mit gúnyolódik állandóan? Azért, mert meg olyan nagy okos, érti? Homokos? És még süket is. Úgy értem, utálom azokat a faszikat, akik állandóan hegyes orrú cipőt és nyakkendőt viselnek. Bream először, mint háborús hős jelöltette magát. A USS Clermont fedélzetén volt, amikor a hajót az észak-koreaiak elfogták 1968-ban. Persze semmi reménye, hogy elnöknek jelöljék, de úgy gondoltam, hogy... A elnöknek jelölteti magát, ő lesz a nyerő. Ismerem a sztorit. Folytathatom, kérem. Bream kortes hadjáratot folytat az egész országban, de két városban, Sacramentoban és Springfieldben pont akkor jelentettek betöréses lopásokat, amikor ő és emberei ott voltak. Az irodáink regisztráltak minden esetet. Mi közöm nekem mindehhez? Majd meglátja. Köszönöm, Ellie. Köszönöm az zenészeknek is. Nem fogok sokat beszélni, mert beszéddel nem lehet megvalósítani az amerikai álmot az ország külvárosaiban. A Vadnyugat meghódítása ma már távoli emlék. És ez a nagy társadalom a saját súlyától megfenekedett. Megfenekedett egy olyan zátonyon, amelyet pedig már... Ha szavazhatnék, én rászavaznék. És aztán... Nem valami jó megfigyelő. Az ország hajóját eddig is csak a... Jó Isten! Az a Jimmy Alvarez. Bizony. Vagy hogy, ismeri őt? Mit keres ott fenn? Egykori imádottja. Most Matthew Bream tanácsadója, kisebbségi ügyekben ez a helyzet. Megcsinálta, megtalálta a kiutat. Igen, a banda vezérből egy csapásra úgynevezett politikai vezér. Meg kifogása ellene, több esze van, mint jó néhány politikusnak. És még mindig jó betörő. Gondolja? Meglátja. És most hadd mutassam be barátunkat, Jimmy Alvarez. Ha van szívetek, hallgattok erre az emberre. Matthew Bream valóra fogja váltani álmainkat, álmaitokat. És ehhez, kedves barátaim, jogunk van. Ez az, Jimmy! Tudom, hogy mit tud róla, de nem ismernék ki Jimmy Alvarez-t, ha 100 évig élne se. Tudjuk, hogy betöréses lopásokat követett el többek között Sacramentóban és Springfieldben. Azt is tudjuk, hogy szeretne nyélbeütni egy-két betörést Washingtonban is, ha lenne megfelelő segítsége. Na ne! A forgatókönyv szerint maguk ketten újra összejönnek, és maga segít neki. És aztán verjem át, hogy maguk orvul elkaphassák. Szó sem lehet róla. A szolgálata fejében azonnali hatalmi alatt sem akarok róla. Szabad lábra helyez. Baj van a fülével, mondja. Itt a 9 éve felvett letartóztatási jegyzőkönyv. Mi? Jimmy tanúskodott? Ott se volt, amikor lebuktam. Ez biztosan hamisítvány. Miért tette volna? Én soha nem köptem volna be, nem tettem, pedig kértek. Jimmy Alvarez írta alá. Cserébe elejtették a vádat ellene. Na jó, megint annyi egy álomnak. Betyár becsülettel. Jó van, vállalom. Mi? Azt mondtam, vállalom. Vállalja!
Ez remek, ez nagyszerű, ez fantasztikus. Ennek igazán örülök. Bocsánat. Nos, hát első lépésként fel kell hívni a Mr. Alvarezt. Csak úgy, váratlanul? Igen, igen, így szól a terv. Felhívja és azt mondja, Jimmy, képzeld, kijöttem a sitkóról, és szeretnék ismét betörni veled. Szóról-szóra ezt kell mondanom? Nem, azért nem kell szó szerint. El sem tudom mondani, milyen hülye hangzott, amit mondott. Hát jó, mondjon, amit akar, csak viselkedjen természetesen. Hát kérdezzek valamit. Van valamilyen gyakorlata ezen a területen? Mert eddig nem sok jelét láttam ennek. Nos, a jelen megbízatásomig én személyzeti szakember voltam. Micsoda? Személyzeti szakember. Kapcsolatot teremtettem az emberekkel. Ja, hát ez nagy hasznára lesz egy tűzharcban. Tűzharc? Talán visszajöhetnénk később. Komolyan beszél, ne fárasszon már. Komolyan beszélek, nem viccelek. Nem tudom magát megvédeni. Ja, pedig ebben reménykedtem. Lesz, ami lesz, elkísérem. Pardon. Hova nyomulsz erre? Befelé. Befelé. És ha lenne olyan szíves elállni az útból, azt... Oda jó pofa. Ilyen hülye dumát még életemben nem hallottam. Ez nagyon jó. Nagyon humoros, ugye már? Hészi. Voltál már motoros csávó anyuja? Anyud a halál. Nem úgy gondolta. Tényleg. Pofa be! Mi van az anyámmal? Mesztelenül rohangászik a sitten, ahogy így elnézlek. Szabad lesz. Buzarás. Szabad? Lenne szíves visszakopogni, kérem. Nincs kedvem hozzá. A kutya életben még csak be sincs zárva. Nem akartam felidegesíteni. Én nem vagyok ideges. Ah, ezt látom. Nos, mindjárt indul. Azért izgatott egy kicsit, hogy újra fogja látni régi imádatját, nem? Maga mit gondol? Kérdezhetek valamit? Csak bátran. Soha nem gondolt arra, hogy valami értelmeset csinálja? De, szeretnék színésznő lenni. Nem, nem, komolyan. Ki kéne használni az adottságait végre? Vegyünk engem például. Nálunk a biztosítási pálya családi hagyománya. A nagyapám és az apám még mindig ugyanabban az irodában praktizál Michigan államban. El se képzeli, mennyire érdekel a történet. Hadd mutassak rá a lényegre. Én tényleg egy szürke diák voltam, aki képességein alul teljesített, míg nem rátaláltam a Pikulára. Pikulára? Mit szerelem? Imádtam azt az átkozott Pikulát. Bevettek az iskola zenekarába, és ott tanultam meg, mi az önfegyelem. A jó munkastílus, a kapcsolatteremtés. És attól kezdve 9. voltam az osztályban. Aztán jött 2 év felbecsülhetetlen tapasztalata a biztosítási szakmában, és aztán különleges megbízások. Ugye közelebbről meg nem jelölt feladatok. Csak meg kell találni a tehetség kulcsát, érti már? Legbilincselő történet. Film is lehetne belőle. Hát igen. Szerintem, ha rászánnám magát, akkor igazi karriert futhatna be. Nem lehet. Már túl késő. Magától adatva rájöttem, hogy én ehhez már túl öreg vagyok. Na, húzás kifelé, Harry, hadd fejezzem be az öltözködést. Harry megszólított. Soha többé nem fordul elő. Tudja, azt hiszem, nagy kalandnak vágunk neki. Lehet, hogy ezek lesznek életünk legszebb napjai. Nem tudom, valami is lehet, hogy... Folytottak egy prostituáltot. A Springfield-i folytogatás áldozata egy chicagói prostituált volt.
Már a hangod is más volt, és azt is tudtam, hogy ez a Brady kipofozott, de... Hát erre nem számítottam. Nem hívsz bejjebb? Ennél többre is számíthatsz. De jó újra látni, baby. Nem is tudod, hogy milyen jó. Mi van? Már annyira előkelő lettél, hogy egy igazi csók sem jár nekem, he? Nem én, Jimmy. Nem innál valamit? De? El sem hiszem, hogy ennyire megváltoztál, baby. Olyan más vagy. Olyan sikkes. Tetszel. Te sem panaszkodhatsz. Hát, összeszedtem a magamét. Nem kell hozzá semmi más, mint azt mondani. Én képviselem a népem. És elhiszik neked. Államkasszából adják a pénzt, és meg sem kérdezik mire. Azt hiszik, megtették a magukét a szegényekért. És tudod mit? Megtették. Régen szegény voltam. Most luxusautót vezetek. Hát akkor ígyunk rád. Számíthat rám, Sammy. Mi baj van? Csak eszembe jutottak a régi szép idők. Ennyi az egész. Tényleg szép idők voltak? Igen. Nos, hogy ment? Ugyan, nyissa ki. Kopogja le a kódot. Nyissa már ki az ajtót. Honnét tudjam, hogy maga az? A kutya istenit. Nézze, ha nem kopog vissza, nem vállalok felelősséget. Na, mi volt? Részletes beszámolót kér. Mondjon el mindent, de ne térjen ki minden részletre, ha megkérhetem. Mit számít magának, hogy megtettem-e? Semmi jelentősége. Hát nem tettem. Helyes. Mit csinál? Csomagol? Igen, meggondoltam magam. A frakban magában. Ebből nekem elég. Azt mondta, vállalja. Ha nem teheti. Ezt de nem igen. teheti. A többi cuccom küldje a raktárba. Várjon, ezt nem teheti velem. De igen. Nem, mert még mindig az őrizetem alatt áll. Nem szökni akarok, hígagyú. Visszamegyek a börtönbe. De miért? Mi történt? Mit segíthetek? Hé, csak nem erőszakoskodott Jimmy Alvarez. Jaj, egy millió év alatt sem értené meg. Nézd, ezt nem teheti. Ezt nem teheti vele, mert ha igen, akkor visszaküldenek. Biztosítási ügynöknek. Az engem egyáltalán nem érdekel. Na figyeljen. 5 éven keresztül minden áldott hónapban jelentkeztem. Annyit gürcöltem, hogy már keresztben állt a szemem, és végre sikerült. Azt mondták, hogy a szervező képességemre, a kapcsolatteremtő készségemre van szükségük. Igen, ezt mondták. Egy napot sem mulasztattam. Tudja, mi lenne velem? Kirúghatnak. És mehetek vissza a biztosítóhoz. Tudja, milyen unalmas az? Kérem, ne tegye. Maga nevet? Mit nevet? Maga olyan balek, hogy ez már jó. Tényleg. Jimmy kutató munkatársként alkalmazásba vesz. Ez nagyszerű. Szerinte, ha Matthew Breen meglátja, milyen finom hölgy vagyok, elvisz az összes előkelő washingtoni partira, hová csak meg tudja hívni magát. Igen. Szóval felmérem a terepet, betörök, a szarét leszállítom Jimmynek, és maguk lekapcsolják. Mit szól a forgatókönyvhöz? Elvégeztem a munkát? Tökéletes. Ja. Most tűnjön el a szemem előtt. Engedje meg, hogy utálja magam azért, amit tenni fogok. Igen, járt nálam. Igaza volt, tényleg jól néz ki. Igazán jól. Még én sem ismertem volna rá, csak egyet mondjon meg. Bukni fog rá a fickó. Úgy értem, a kurvákkal más a helyzet, de ez egy előkelő hölgy. Buknia kell rá, de hogy lehet ebben biztos? Biztos vagyok benne. Különben is mit akarnak? Maga okos ember, ne legyen kíváncsi. Sajnálom, Sammy. Annyira nem, hogy megakadályozzam, de igazán sajnálom.
jó reggelt, Monika. Üzenet? Köszönöm. Gyere. Hé, Bernardo, hogy vagy? Szia, Jesse. Gyere, ülj oda le. Mindjárt visszajövök, jó? Vagy 1000 levél van a dobozokban. A postagépünk elromlott, ezért magunknak kell felragasztani a bélyegeket. Szóval 1000 bélyeget kell felnyalnom? Hozhatok egy szivacsot. Jó reggelt, Monika. Ezek az üzeneteim? Jó. Azonnal visszahívom. Elnézést, Brim képviselő úr. Nagyszerű, remek. Gyere csak ide. Ki az ott, Jimmy? Ó, én vettem fel, kisegítőnek. Mutasd be nekem. El kell intéznem néhány telefont, aztán hozd be. Rendben. Rendben. Csak egyetlen egyszer találkoztam vele, amikor felesküdtem. Nincs miért idegeskednünk, Harry. Az igazgató helyettes ugyanúgy, mint maga, mindkét lábára nadrágot húzza, hogy az Isten elvárja. Na, lazítsa már el magát. Ez az. Jó reggel, Ivan. Jó reggel, Gordon. Harry. Ivan Fletcher vagyok. Örvendek, uram. Üljenek le, tessék. Köszönöm, uram. Elolvastam bizalmas jelentését az Alvarez ügyről. Jól halad az ügy, uram. Nekem is úgy tűnik, de rég dolog. Gordon, engedélyezzen Harrynek 15 nap szabadságot mától. Megérdemli. Jó, Ivan, ha gondolod. De uram, miért mennék szabadságra? A megbízatást még nem teljesítettem. Köszönjük, hogy fogadott minket, Ivan. De uram, a belbiztonsági ügyosztálynak vezérelve az ügyviteli folyamatosság. Ott akarok lenni, amikor letartóztatják Alvarezt. 6 évig dolgoztam a személyzeti osztályon. Nagyon sajnálom, Harry. De miért? Mert ez az utasítás pofa be, Harry. Uram, lehet, hogy ez a belbiztonsági ügyosztály, de itt is érvényesek a személyzeti szabályok. Jogomban áll vizsgálóbizottságok szordulni, ha kétségbe vonják a hozzáértésemet. Ezennel kérem a felállítását. Hát, ha ennyire ragaszkodik hozzá, Harry, az ügy a magáé marad. Remek. Köszönöm, uram. Menni fog, mint a karikacsapás. Örülök, hogy megismertem, Harry. Köszönöm, uram. Nem is olyan nehéz ember. Ó, kit látnak szemeim? Mert, édesem, de örülök. Tudja, hogy el nem szalasztam egyetlen partiját sem, kikivett Huda hölgy Samantha White. Amikor megláttam, azt mondtam magamban, Grace Kelly él és újra fiatal. Kedves, hogy ezt mondja, nagyon örülök, hogy megismerhettem. Ki maga? Besurranó tolvaj vagyok. Mert, milyen huncut ez a lány. Harry, szívem, mennyire örülök, hogy láttam. Kiki utoljára Zsazsa Gábornak örült ennyire. Azt hittem, ő Zsazsa Gábor. Jöjjön, fel akarok vágni magával. Tudja, miniszter úr, nekem tulajdonképpen könnyű életem volt. Mindig szerettek és törődtek velem. De ha gettóban születek, és úgy növök fel, hogy egy árva lelket sem érdekel, hogy élek-e vagy halok. Megmentem a férfiak unalmas társaságától. Jöjjön, megmutatom, hol az öltözőszoba. Jöjjön, jöjjön, jöjjön. Kiki! Rögtön jövök, Audrey! Megvárlak, édesem!
megyek. Hát ez csodálatos volt. Kár, hogy ilyen hamar vége. Szerintem is. Samantha, engem nem könnyű levenni a lábamról. De szeretném máskor is látni. Látni fog, megígérem. Szép kis alak, jellemző. Valószínűleg mindent ki is vasalt, igaz? Igaz, igaz. Na és? Azok néhát is vasalja. Csak ha gyűrött. Már megint haragszik rám, ezúttal mit tettem? Az egoista. Miért ilyen mérges? Először Jimmy, aztán Matthew Breen. Mi volt Matthew Breen? Tetszik nekem, az a baj. Jézusom, nem válogatós. Mi? Mindenkihez vonzódik, akivel 10 percet eltölt. Azért nem mindenkihez hólyag. Különben is mit érdekli? Dehogy érdekel. A végén kiderül, hogy féltékeny. Hogyan? Semmi okon féltékenykedni. Bizony, hogy nincs. Talán másfelé kéne mennünk. Kitűnő ötlet. Fedezzen. Fedezzem. A golyóim. Járjunk. Harry! Csak ő az ajtó! Menj hátulról! Remekül forgatja a pisztolyt. A rohadt töltények kiestek. A sitten van vagy 50 ismerősöm, akik szétlőnék ezeket, és mind nő! Ó, hallgasson! Én ezt egyáltalán nem értem. Mármint ki akarna megölni minket? Gondolja, hogy zsebesek voltak? Ó, igen, persze. Harry zsebesek, géppisztolyjal és autópítóval, persze. Nos, íme Kiki Wetwood házának emeleti alaprajza. 2:00-kor... Lefordítaná? Mit fordítsak le? A 2:00-át nem szeretném eltolni, tudja. Ja, jó. Hajnali 2-kor, miután a riasztóberendezést előzőleg hatástalanították... Tak. Úgy értem, hogy maga. Úgy beszél, mint egy csapat békaember küldene oda. Miss White kinyitja a széfet itt. Kiemeli a tartalmát, és angolosan távozik. Hogy távozom? Kilopódzik. Ó, tényleg? A betörés után ki kell lopoznom? Jó, hogy mondja.
Folytathatom? Mert általában ugrálok és kiabálok. Nálam a szajré, nálam a szajré, így szoktam csinálni. Ez a maca szórakoztatóbb, mint egy csapatmajom. A családját hagyja ki ebből, jó? Jaj, az ég szerelmére. Nos, amint azt Alvarez Miss White-tal megbeszélte, a találkozó hely itt lesz. Az akció 24:00-kor indul. Vagyis amikor kint már nagyon sötét van, és a kis és a nagy mutató egyaránt felfelé mutat. Ekkor felszereljük Miss White-ra a rejtett mikrofont. És amikor a lopott holmit átadja Alvareznek, mi letartóztatást foganatosítunk. Van kérdése? Igen, ki szereli fel rá a mikrofont? Ne lennénk egy töpszi, nem érsz fel olyan magasra. Hiszen most nyitotta ki a széfet. A fene. Azt képzelj, hazudok. Jó, mondozzanak meg, most rögtön. Azonnal hívjanak egy smasszert, jó? Nos, ismerje el, hogy nyereségre tehetne szert, ha a zsákmányt letagadná és elrejtené. Tökkelütött. Először is, ha ez lenne a szándékom, nem vinném el Jimmynek a pénz egy részét. Olyan hülye lennék, hogy az egészet letagadnám. Nos, És másodszor pedig. Azt hiszi, becsapnám magát. Ne haragudjon. Na azért. Remélem nem tartóztatja le Jimmyt, mivel nincs bizonyíték. Ó, kérem, feltételezze, hogy egy kicsi eszem nekem is van. Miért? Milyen jelét adta ennek idáig? Ha nem vette volna észre, én becsületes tolvaj vagyok. Látom, üres kézzel jöttél, bébi. Nem volt semmi a szívben, Jimmy. Esküszöm, semmi. Tudom. Tudod?
Különben sem ez lett volna a nagy fogás szem. Hé, tudnom kellett, hogy még mindig a régi vagy. Na, tényleg megbízhatom benned. Mit csinálnak? Én úgy hallom, smaciznak. Nem érdekel, mit csinálnak. Kit érdekel, hogy mit csinál? Ez fáj, Jimmy. Tudod, mi a nagy fogás? Van egy fickó, aki tényleg nagyon vastag. Ki az? Miért még nem jöttél rá? Matthew Bream. Matthew Bream. Nos, szenátor úr, ellent kell mondanom. A határozatlan idei büntetés nem hozott megoldást. Olyan volt, mint a szálak a kukfészkére börtönkörnyezetben. Nem, a visszaesés ellen olyan programot kell találni, amely visszaadja a raboknak az önbecsülésüket, amely fogottot ad a kezükbe. Csak ez jelentheti a probléma megoldását. Úgy bizony. Köszönöm. Sok embert itt? Igen, többségüket. Ez kicsoda? Az édesanyám. Igazi szépség. Igen, tényleg az volt. Az te vagy ott a pápával? Igen. Igen. Jó illatod van. Mi az, hogy ARG 92? A nevem. Hogy a neved? Ez a USS Claremont. Ezen szolgáltam. Persze, tudom, ezt mindenki tudja. A fogság bizonyára lidértes volt egy olyan ember számára, mint te. Igen, az volt. Hát, ha nem akarsz róla beszélni, felejtsd el, hogy említettem. Most nem szívesen beszélek róla. De egy dolog elmondható az észak-koreaiakról. Megmutatták nekünk, hogy milyen erősek. Vagy gyengék vagyunk. Kedvelek, Samantha. Komolyan. Én is kedvellek. Jó, menjünk vissza a többiekhez. Jó. A gyilkosság sorozat, amelynek utolsó áldozata is prostituált volt. A helyi rendőrség úgy véli, hogy a folytogatás két előző gyilkossághoz hasonlít, amelyet két másik városból, Springfieldből és Sacramentóból jelentettek. A rendőrség megkezdte a... Springfield és Sacramento? Valamivel kellemesebb hír, hogy... Igen, csodálatos. Köszönöm. A mai napig gyűlöltem vendégeket. Azt hiszem, kicsit mindig felpestítem a környezetem. Jó éjszakát! Ennél többről van szó. Nos, Samantha, az előbb elszalasztottam az alkalmat, hogy megcsókoljalak, így... Köszönöm. Szörnyű dologra jöttem rá. Mégpedig? Springfieldben és Sacramentóban a Bell soha nem nyomozott betöréses ügyben. Mi? Aktákat adtak, azt állították, hogy az irodáink készítették. Most beszéltem a szakramentói irodánkkal, és soha nem készítettek jelentést. Hamisítványokat kaptam. Nem értem, hogy mi a fenéről beszél. Gyilkosságról? Arról beszélek, gyilkosság történt Sacramentóban és Springfieldben. Pont amikor Bream is ott jár, gyilkosságok, nem betörések. Na, érti már? A kötelesség dilemmái.
tudom, hogy a Bell Jimmy-re gyanakszik, de kitalálták a betöréseket, hogy bevonhassák magát. Mégis miért, hogy Jimmy meggyilkoljon és őt meg rajta kapják? Nem tudom. Már volt rá alkalma, miért nem tette meg? A fék. Valami baj van a fékkel. Mi? Mondom, baj van a fékkel. Kapaszkodjon! Nem fog a fék, nem fog. Most mit csináljak? Keresztül kell mennünk a piroson. Gyorsan, tegye üresbe! Beragadt! Tegye a gyújtást! Nem lehet levenni! Látja, nem csinálok semmit! Kész a felső harmadon! Elrontotta a kocsit. Oh, ne, ne mondja! Vigyázzon! Mennyi benzin van benne? Tele a tank. Így fogunk száguldozni 300 mérföldön keresztül. Nyissa fel! Mit? A motor átletű. Nyissa már! Nyiss ezt le! Megőrült? Nem szabad lenyitni a tetőt vezetés közben! Gyerünk már! Na, mit csinál? Az utat nézze! Ezért nem fogják bírságolni! Életveszélyes dolgot művel! Nyugi! Egy dolgot mondhatok, Harry. Ha normális kocsija lenne, most nem élnénk. Nyugi, nyugi, nyugi. Na jól van, ezzel letartóztatom. Matthew Bream holnap reggel 10-kor beszédet tart a Városi Ligának a Constitution Hallban, és Jimmy Alvarez is vele lesz. Úgyhogy megragadom az alkalmat, hogy átkutassam Jimmy szobáját. Lehet, hogy találok valamit. Magával mehetek? Nem jöhet. Ha nem mehetek magával, felhívom az Országos Nőszövetséget, és elmondom, hogy megerőszakolt. Oh. Évekig tart, míg tisztázza magát. Mi a francnak vagyok én itt, talán dísznek? Miről beszél? Nem találja ki se idétlennek, hogy egy profi betörő itt ácsorog, mint egy hülye? Még egy személyzet is feltöri az árat. Majdnem megvolt már. Igen, szerintem már nyílt is. Mindent hagyjon úgy, ahogy volt. Megnézem az ágyat.
hol nézzük meg? Jimmy mindig a WC úszójába rejtette a pénzt, meg ilyeneket. Remek. Ne, hívhatom a rendőrséget? Előbb felhívom Gordont, hogy mi a teendő. Jól érzi magát? Remek. Nézze meg az úszót. Igaza volt, van itt valami. Mr. Fletcher beszélni óhajt magukkal. Jó, mert én is beszélni akarok vele. Á, Samantha! Ivan Fletcher vagyok. Elárulná nekem, mit kerestek odafenn, Harry? Természetesen, uram. Rájöttem, hogy egyáltalán nem betörésekről van szó, hanem arról, hogy megöltek néhány prostituált. És kitette? Nos, azt hittük Jimmy Alvarez, de ő halott, úgyhogy... Ki ölte meg Jimmy? Csak ezt szeretném tudni. Ó, Harry, maga eszesebb, mint hittem. Köszönöm, de téved. A helyzet az, hogy két akciócsoportunk volt. Tudja, Jimmy Alvarez magát ellenőrizte. Szóval Jimmy Alvarez belügynök volt. Nem volt ügynök, csak titkos informátor. És kit figyeltettek? A képviselőt természetesen. Képviselőt? Miért? Kit érdekel a képviselő? Hé, uram, ki ölte meg Jimmy-t? Mondja csak, Harry, maga szerint kitölt meg Jimmy? Három prostit, egyet Sacramento-ban, egyet Springfield-ben és egyet pont itt, Washington. A falnak beszélek, mi? Ki ölte meg Jimmy-t? Mindjárt elárulom. Nos, az áldozatok stimmelnek, de a gyilkos nem. Azokat a prostituáltakat Matthew Brim folytotta meg, és ölte meg Jimmy-t is. Uram! Brim képviselő. Ki van zárva, hogy Matthew Brim gyilkos legyen? De sajnos az. Habár magát kellett volna megölnie. Mi? Semmilyen betörés nem volt, kedvesem. Az kizárólag ürügyül szolgált, hogy bevonhassuk magát. Igazam volt. Egy tucat ügynök lett volna a Matt Brim házának tetején, az ablakokban, a házban. Tévékamerát rejtettünk volna minden egyes szobában. Az esélyei a közepesnél jobbak lettek volna. Megőrült. Szeretné hallani egy pszichopata gyilkos kortörténetét? Igen, uram. Nos, Matthew Brim képviselő úr Ödipusz komplexusban szenved, ami nem más. Tudom, amikor egy pasi szerelmes a muterjába. Úgy van, szóval Matthew Brim egyszer csak rájött, hogy az anyja egész életében promiszkuitásban élt. Ezért vonzani kezdték az olyan nők, akik hasonlítottak rá. Nem büntetette meg az anyját, ezért őket büntette meg. Értem, de miért én? Miért? Nincs konkrétok. De... Nem. Csak beleillett a képbe, ismerte Jimmy Alvarezt, és feláldozható. Miért? Mert elítélt vagyok. Szemétség. Harry, mondja, nem talált semmit Jimmy szobájában, ugye? Nem találtunk semmit. Nos, akár hiszi, akár nem, igazán sajnálom, hogy keresztül kellett ezen mennie, Samantha. Az én gondom persze most az, hogy nem áll módomban elkapni Matthew. Mondja, nem lenne hajlandó... Nem hiszem, hogy vállalná. Nem appellálhatok a hazafias érzelmeire, ugye? Akkor hagyjuk. Még egyszer bocs. Nos, azért csak elvergődik valahogy az Egyesült Államok. Na viszont látásra. Szép kocsi, Harry. Hallottam, mit mondott Mr. Fletcher. Hallottam, mit mondott, de a francba, Harry. Matthew Brim a legkedvesebb, legrendesebb kicka, akit valaha is ismertem. Ne vegy ez okon. Törődik az emberrel, érti? Ha őrült volna, nem gondolja, hogy észrevettem volna. Ott lógott az anya képe a falon, és én azt mondtam, milyen szép volt. Miről csak annyit mondott, az volt. Nem hiszem el, hogy ő ölte meg azokat a prostikat. És tök biztos, hogy nem ő ölte meg Jimmy. Emlékszik, egyszer megkérdeztem, hogy tulajdonképpen ki az ellenség? Igen. De még most beszéltünk vele. És most hogyan tovább? Nem tudom, gondolkodnom kell. Ki a maga útjára tér? Maga visz a személyzet is, nekem meg a börtönbe.
Nem akarom, hogy külön útra térjünk. Nem akarja? Azt hittem, utál engem. Ez nevetséges. Nem utálom magát, sőt, ami azt illeti... kedvelem. Viccel velem? Nem, komolyan, teljesen komolyan. Sok közös vonásunk van. Az önfegyelem, a kapcsolatteremtő készség. Maga vonzó. Úgy értem, csak maga vonzó, én nem. És azt hiszem, egész értelmes is. Tényleg így gondolja? Igen, és én... ezt találtam Jimmy WC tartályában. Robert Kubik, csütörtök délután 4 óra a tengerészeti klub. Szeretném, ha velem jönne. Úgy érti, mindezek ellenére tovább nyomoz? Úgy, a kutya életbe. És maga is én társak lesz? Nem mondanám, társak. Bocsánat, adja a kezét. Nem a körmét akarom levágni, mamlasz. Ó. Ez az. Tudja, elvették Alvarez ügynöktől az ügyet. És nem volt idejük tájékoztatni minket. Gondoltuk, elmondhatná nekünk, mi lett volna a beszélgetés témája. Nem tudom. Ugyan, kapitán. Szólíthatom Bobnak? A tengerészek a gyengén, tudja? Na jó, Bob. Véletlenül tudom, hogy Jimmy-t nem érdekelte a tengerészet. Szóval, mit mondott, mi a frászkarikáról akar magával beszélni, ha? Legyen jó fiú, ez nagyon fontos. A USS Claremontról. Maga is azon a hajón szolgált? Ugyan. ARG 92 volt az oldalára festve, ugye? Igen. Ha? Nos, ha megkérdeznék valakit, mi az, hogy ARG 92, és azt válaszolná a nevem. Nem furcsa le ezt? Honnét tud erről? Mi az az ARG? Tudom, és kész. Engem nem érintett. Ebben biztosak lehetnek. Tényleg? Miért nem? Mert én azon kevesek közé tartozom, akiket nem lehet hipnotizálni. Soha senki által. Hipnotizálták? Az észak-koreaiak? Engem csak próbáltak, de másokkal sikerült. Kiről van szó? Árulják el. Sajnos nem lehet. Az ARG 92, tehát valami hipnotizálási kulcsszó. Az, kulcsszó. Igen. Ennyi volt az egész, vagy több, nem emlékszik? Amíg élek, nem felejtem el. Egy sor valószínűtlen kérdés feleletből áll. Azért volt ilyen, nehogy valaki véletlenül essen hipnózisba. Így szólt. Mi az, hogy ARG 92? A neve? Mi a neved? ARG 92? Te emberi lény vagy? Igen. Ki irányít téged? Mint a peszkek az árban. Ha mind a helyén van, az ár kinyílik. Az ember bármit megtesz, amit mondanak neki. Van egy szó, ami visszahozza az embert a hipnózisból. De azt nem súlykolták a fejembe. Azt hiszem valami lánynév. Vagy virág. Mutasd meg a kapitánynak Jimmy listáját. Már is. Mi lesz már? Megvan. Ezek a nevek azoknak a nevei, akik ott szolgáltak. A Clermonton. Az enyém is itt van. De 7 voltunk. Matthew Bream nincs rajta. És Ivan Fletcher sem. Ivan Fletcher? Ő is ott szolgált? Ő volt a parancsnok. Volt valami nézeteltérés Matthew Bream és Fletcher között? Semmi. Barátok voltak. Többet nem mondtatok. Mennem kell. Várjon, csak még egy kérdés. Mit akartak az észak-koreaiak azzal, hogy hipnotizáltak embereket?
hazárdjáték a jövővel, azt hiszem. Én csak egy tengerész vagyok. De Matthew Bream kongresszusi tag. Képzelje el, hogy maga egy országot irányít, és a hatalmában van néhány ember az ellenségtől. Mindössze fel kell hívnia őket telefonon. Minden jót. A fel. Zúg a fejem. Ivan Fletcher, nem hiszem el. És maga honnan szedte ezt az egészet? Az ARG 92? Honnan tudott róla? Hidesen. Hipnotizálható. Minden a helyére került. Csak halvány fogalmam sincs arról, hogy mi került a helyére. Harry! Egy fickó, akit hipnotizálni lehet, és a világon bármi megparancsolható neki. Nagyon sokat érhet, nem gondolja? Biztosan. Ha valami a hatalmunkban van, ahogy a kapitány mondta, eladhatjuk, nem? Hé, mit csinál? Ez fantasztikus. Matthew Bream nem tudja, hogy fogékony a hipnózisra, és így bárki irányíthatja. Bárki, aki ismeri a kérdéssort. Te jó ég. És ha megválasztanák elnöknek, milliárdokat érne. Eszembe jutott valami. Mi van, ha a gyilkosságokkal csak bemutatták az árut? Biztosan Fletcher a közvetítő, vagy az ügynök, vagy mi. Felsorakoztatja a kínaiakat, vagy az oroszokat, vagy akárkiket. És azzal bizonyítja, hogy irányítja Matthew-t, hogy gyilkosságra kényszeríti. És Matt nem is tud az egészről, ettől lesz igazán értékes. Maga fantasztikus. Igen, az vagyok. Csak azt nem értem, Fletcher miért bajlódott Jimmyvel és velem? Miért nem öletett meg Matt-tel még egy kurvát? Nem tudom. Kérdezzem meg Fletcher. Ezt szívesen megtenném. Hé, tudom már, mit fogunk tenni. Mi? Felhívjuk Fletchert, hogy kész vagyok végig csinálni az eredeti tervét. Tudja, amikor Matt meg akar ölni, és Fletcher kint vár a lovassággal. Mi? A dologban az lesz a szép, hogy még én Matt-tel leszek, maga Fletcherrel. Teljesen elment az esze. Bream megöli magát, Fletcher meg engem. Még mindig nem érti, ugye? Mit kéne? Felvette a beszélgetést, nem? Persze. Felvettem. Itt van a zsebemben a szalag. Remek. Na, leesek. Most már nem csak Fletcher ismeri a kérdéssort. Álljon meg annál a fülkénél, most rögtön felhívom Fletchert. Hé! Hey. Rajta! Samantha, hello. Te is hiányoztál. Matt? Mi az, hogy ARG 92? A nevem. Mi a neved? Hadd halljam én is. ARG 92. Te emberi lény vagy? Igen. Ki irányít téged? Te. Jól van. Na, Matt, figyelj ide, ha bárki még egyszer megkérdezi, mi az, hogy ARG 92. A kérdés nem fog számodra semmit sem jelenteni, érted? Mondd csak azt, hogy USS Claremont vagy akármit. Ez az egész kérdéssorozat soha többé nem jelent semmit. Megértetted? Igen. Megcsináltuk! Matthew Bream többé nem hipnotizálható. Nem, mi maga csinálta meg, csodálatos volt. Mondjak valamit, mind a ketten csodálatosak vagyunk. Ivan Fletcher megnézheti magát, anyja! Bocsánat. Á, fenébés! Jó voltál, Matt. Nagyon, nagyon jó. Nos, Matt? Viola. Ivan. Úgy örülök, hogy felkerestél. A Claremont találkozó nagyszerű ötlet. Akkor jelentkezni fogok hamarosan. Helyes.
Nem megyünk el arra a Creek Parkba csókolozni? Menned kell. Vigyázz magadra. Jó. Látlak, Matt. Remekül nézel ki. Köszönöm. Szabad a kabátod? Hello, Harry. Jó estét, uram. Sikeres nap? Ide. Nem tudom, mit ért a sikeres nap alatt. Örülök, hogy látlak. Ó, tudja, találka az egyenruhás barátunkkal, meg ilyenek. Miről beszél? Érdekes helyzetben vagyunk. Maga tud rólam valamit, de én tudom, hogy tudja. És most már maga is tudja, hogy én tudom, hogy tudja. Ráadásul maga azt hiszi, hogy tud valamit, amit én nem tudok. De nem csak, hogy tudom azt, amiről azt hiszi, hogy nem tudom, hanem tudok valamit, amit maga nem tud. Valóban? Bizony. Úristen, maga meg akar ölni? De nem itt a járőkocsiban, tökfej. A pisztolyát, Harry. A pisztolyom? Csak nyugodtan. Tudja, hol van. Ügyes kisfiú. Nos, lekötelezne, ha ahhoz a polchoz bilincselné magát. Sok estét töltünk együtt. Hát erre tényleg ígyunk. Túl erős az ital? Nem, pont jó. Itt az idő. Nem fog sikerülni. Nincs hatalma felette. Gondoskodtunk róla, és bár engem megfogott, ők majd elkapják magát. Elnézést, nagyon sajnálom. Halló, itt Matthew Bream. Én mondom, nem fog menni. Matt. Mi az, hogy a RG-92? A nevem. Reagál rá! Mi a neved? A RG-92. Matt, mit csinálsz? Emberi lény vagy? Igen. Matt! Ki irányít téged? Te. Matt, mi történt? Harry, mi folyik itt? Ez nem lehet igaz. Matt, ezek a szavak nem jelentettek számodra semmit. Matt, erősebb vagy, mint bárki más. Ne hallgasson rá! Mondta, nem távozhat onnan. Kötözd meg és gyere vissza a telefonhoz. Nem mozdulj! Ezt nem fogja megúszni. Bemehetnek. Parancsoljanak, uraim! Matt! Öld meg Samantát! Matt, mit csinálsz? Matt! Hagyd békén, te szemét láda! Hagyd már békén, ezt nem ússza meg szárazon, ezt nem ússza meg! Harry, ne fészkelődjön, kezd idegesíteni. Nem sok van hátra. Thank you.
akarja, hogy megtedd. Elfelejtettem. Emlékeznem kell a szóra. Mary! Jean! Esther! Nabi! Gyere, Samantha! Henry! Henry! Nem. Folytasd, pofa be! Akkor talán mire... Folytasd csak, Matt! Mondjuk Rózsa! Camilla! Camilla! Krizantém! Krizantém! Ne! Matt, ne! Hóvirág! Árvácska! Árvácska! Női nevet, ami virágnév is! Pofa be! Datoja! Paradicsom! Nem, virágot, virágot! Ibolya! Kardirág, kardirág! Tulipán, tulipán! Rózsa, lilium! Rózsa, lilium! Rózsa, lilium! Margarit, margarit! Lilium, lilium! Dália, viola! Igen, ez az! Samantha, az ég szerelmére mit tettem? Samantha! Oldozz el! Oldozz el! Istenem! Mi baj van? Mi történt? Az... Gyorsan! Mi az? Mi az, hogy ARG 92? Nem! Nem! Ezt nem teheti! És még engem nevezett tökfejnek! Gyerünk! Mozgás! Te emberi lény vagy? Igen. Ki irányít téged? Hé! Mit csinálja az a nő? Hatástalanítja a titkos fegyvert. Örökre, Boris. Jól van, ha bárki megkérdezi, mi az, hogy ARG 92, a kérdés számodra nem jelent semmit, megértetted? Igen. Matthew, nem! Ivan! Mi folyik itt? Valaki mondja meg, hogy mi történik itt. Samantha, rendi, intéken. Hagyj engem békén! Fletcher el akar adni, Észak-Koreában hipnotizáltak. Annak az el, aki a legtöbbet ígér. Te, macsa, hagyj békén! Ivan, igaz, amit mond? Attól tartok, igen. Elkapni! A karom! Vigyétek az ajtóból! Megölni! Állj! Mary! Utánuk! Kár, hogy megtudtad, Matt. Őszintén sajnálom. Randy. Jöjjenek ki. Add ide. Jó, adj egyet. A terv a következő. Miért nem maradunk itt? Nem. Én kirontok innen, gurulva. Te pedig fedezel. Mivel te agyalágyult? Ruhafogassal? Fedezni csak fegyverrel lehet. Indulok. Ó! Oh. Meghalt. Meghalt. Oh, Matt. Oh, Matt. Oh, Matt. Oh, sajnálom. Sam.
Hol van Fletcher? Mégsem halt meg. Hol lehet? Az emeleten, megnézem. Te itt maradsz. Fletcher, ágába sincs! Nézd meg arra! Gyerünk, nyitva volt egy ablak, elszökött. Hívom a rendőrséget. 911. Letenni. Maguk mindent elrontottak. Ne! Ez nem igaz. Na jó, te rohadék. Mondd meg az igazat. Megölted Mattet, és Jimmy-t is te ölted meg. Nem saját kezüleg. Nem volt vér a pucádban, igaz? Helyes, jön a nagy kérdés. Miért én, ha? Miért nem ölettél meg Mattel egy újabb kurvát? Miért kellettem én? Azért, mert nem vették volna meg, ha nem látják, hogy olyat is megöl, akit szeret. Te honnan gondoltad, hogy belé fog szeretni? Megparancsoltam neki. Olyan rengeteg sok munkámba került, és sikerülhetett volna. Megtette volna, és én az lettem volna, ami akartam. Igen, az. Gazdag, gazdag, gazdag. Most valóban bizarr történet. És én már döntöttem is. Igen. Ez az egész meg sem történt. Ezt nem egészen értem. Nos, az igazgató helyettes és a képviselő urakat fegyveres támadók ölték meg, akik betörtek a házba. Maguk csak véletlenül voltak jelen a partin és megmenekültek. A rendőrség szorgalmasan fog nyomozni az elkövetők után. Hát nem zseniális? Gordon, maga el akarja tussolni az ügyet. Maga elhiszi, hogy minden, ami történt, valóban megtörtént? Nos, én tudom, hogy bizarr, amit mondtam, de... Ha maga számára is bizarr, és szerintem is bizarr, hogy fogjuk meggyőzni a kongresszust? Vagy ami még nehezebb, a tévéseket? Nos, gondolkodjon el ezen egy picit. Sikerült? Nagyon jó. Harry a héten szabadságra mehet, aztán hétfőn állandó külső munkára jelentkezik, vegye előléptetésnek. Megérdemli. Több pénz. Nem is örül? Hát, nem is tudom, gondolkozom rajta. Ez parancs. Kié? Az enyém. Ó. Samantha, maga nagyon talpra esett, és úgy általában nagy hasznunkra van. Bár csak a Bellnél dolgozna, de nem itt dolgozik, így nagyon örültem. Rengeteg dolgom van, ha megbocsátanak. Gordon, mit kell csinálnom vele? Tessék? Az őrizetemben engedték el. Nos, akkor remélem boldogan fognak élni. Nem, Gordon, félreértett, úgy értem, az én őrizetemben engedték el, én felelek értem. Minden figyelj, jót. Nos, akkor velem maradsz egy ideig? Veled kell maradnom, te ütődöd, te őrzöl engem, a védenced vagyok. Kéne valami állás, valami ideiglenes. Nézd, arra gondoltam, talán mi ketten, talán, szóval, érted, nem azt mondtad, hogy baromi jó pofa vagyok? Erén,
Teljesen ki vagyok borulva, érted? Meghalt valaki, akit régen szerettem. Meghalt egy másik, akit becsültem. És bűnöző vagyok, nem hozzád való. Nem, már nem vagy bűnöző. Honnét veszed? Én döntöm el, mi leszek. Lehet, hogy bűnöző leszek, lehet, hogy nem. És ugye itt vagy te. Te vagy minden bizonnyal a legbecsületesebb, a legmerevebb ember, akit valaha is láttam. Tudod, mi bosszant enned? Most jöttem rá. Amióta ismerlek, egyetlen egyszer sem láttalak kioldódott nyakkendőben. Aha. Mindig kifogástalan, ezért is nekünk együtt jövünk. Ilyen hülyeséget rég hallottam. Nem érdekel. De meg se próbálhatjuk. Micsodát? Nem tudom. A nyakkendőm meg magától maradott a helyén, én nem tehetek róla. A kutya életben. Nem tudod, mi fáj a legjobban? Mi? Hogy még csak nem is hallottál pikulázni. Hát van néhány dolog, ami nekem sem sikerült. Mégpedig? Nem vittél el Rock Creek Parkba, hogy csókolozzunk. Soha nem sikerült egy igazán jót kopognom neked. Soha nem erőszakoltál meg őrült szenvedélytől fűtve. De ha egyszer a pasas, aki felügyel rám, pikulázni akar, meg kell hallgatnom. Legelőször is leveszed ezt a nyakkendőt. Nem lehet, az ingemhez van harva. A táskám. És az ingem pedig hozzá van varva a... Istenem! Ó! Tiszta őrület, mi? Szóval az ingem hozzá van varva a zakomhoz és a nadrágomhoz. Tudtam én már ki széfet és pajtást, talán téged is ki tudnak voltani.